Magyar idő szerint este 8 órakor kezdődik a brit parlament alsóházában az a szavazási sorozat, amely az Európai Unióval összehozott kilépési megállapodás törvénybe iktatásáról szól. Az előzetes várakozások szerint elbukik majd a Theresa May által összehozott módosítókkal kiegészítendő kilépési megállapodás. Vannak, akik szerint inkább csak a bukás mértéke a kérdéses. Strasbourgból kapcsoljuk most Schöpflin György európai parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok, képviselő úr, üdvözlöm. Ön szerint is bukásra van ítélve a brit alsóházban a megállapodás? Jó estét. Hát az igazság az, hogy semmit sem lehet kizárni. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a kimenetele a ma esti szavazásnak. Bukás is benne van, még az is, hogy Theresa May átvészeli. Nagyon nehéz megmondani ebben a pillanatban. Ugye a brit miniszterelnök úgy fogalmazott még tegnap, hogy valószínűbb a Brexit elmaradása, mintsem egy megállapodás nélküli kilépés, vagy ugye a hard Brexit esete. Ezt a forgatókönyvet ön elképzelhetőnek tartja? Nagyon nehezen tudom el, hogy a 27-ek, tehát az Európai Unió többi tagállama beleegyezik egy halasztásba. Egy technikai halasztásra talán, igen, egy-két-három héttel meg lehet hosszabbítani, bár nem tartom valószínűnek. Mégis március 29-e az a nap, amikor Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Kicsit lehet ezen változni, de ezt én nem tartom valószínűnek, mert az Európai Unió, tehát mi is két éven át tárgyaltunk, nagyon bonyolult tárgyalásokat folytattunk, és a végmegállapodás nem egy rossz megállapodás, tehát a novemberi megállapodás. Az angolok nem így gondolják, bocsánat, a britek nem így gondolják. Tehát nagyon széthúznak a vélemények, nagyon nehéz összeállítani egy összképet, de bevallom, abból, amit én olvasok, inkább arra a konklúzióra jutok, hogy nem lesz megállapodás, lesz egy hard Brexit, remélem, hogy tévedek. Ön ugye évtizedeket élt Nagy-Britanniában, rálátása van tehát a brit politikára. A Brexit mennyire nemzeti ügy, vagy ez is egy a sok politikai kérdés közül, amelyet most ugye a két tábor, a munkáspártiak, illetve a konzervatívok megpróbálnak a saját szempontjukból mérlegre tenni? Hát az igazság az, hogy én tényleg nagyon sok időt éltem az Egyesült Királyságba, de már alig ismerem ezt az országot. Itt 15 éve nem élek ott, rengeteget változott. És elég azt mondanom, hogy London, ahol én tényleg évtizedeken át, egyre felismerhetetlen. Az emberek viselkedése. De kérdésére válaszolva, nem mond olyan nagyon sokat ez a felosztás, hogy konzervatív párt, munkáspárt, mert a törésvonalak a pártokon belül is létrejöttek. Hát ott vannak a maradás mellettiek mindenáron, a kilépés mellettiek, különféle középpozíciók, zavaros az egész, összevisszaság, fejetlenség, a magyar nyelv elég gazdag ezekben a szavakban. Képviselő úr, bármi is legyen a kimenetele a ma esti szavazásnak, ön szerint milyen tanúsággal szolgál a britek kilépési szándéka Brüsszel számára? Hát nagyon egyszerűen, nagyon rossz dolog kilépni az Európai Unióból. Tehát a helyzet az, hogy nem csak gazdaságilag, de politikailag, sőt valamennyire kulturálisan, összeállt valami. Van, mint az Európai Unióban, az integrációban, valamit esetleg nem kedvelünk különösebben Budapestről nézve, vagy még Strasbourgból nézve, de mégis többet ér a tagság, mint a nem tagság. És Nagy-Britannia esete, Egyesült Királyság esete erre a bizonyíték. Szerintem egyértelműen ezt lehet, hogy még nem igazán értik meg a Mans csatorna másik oldalán. Schöpflin Györgynek Strasbourgból köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra, viszonthallásra.